Elérkezett a túra harmadik napja, amely egyértelműen a legfontosabb nap volt az egyhetes út során. A bázisul szolgáló Hotel Kaiserhof szállodából indulva a nap komoly feladatot rejtett. A Großglockner hágó meghódítását. A terv szerint a hágót a déli oldalról, Heiligenblut irányából megközelítve, majd az északi oldalon leereszkedve járjuk be ezen a napon, majd egy ígéret beváltásával folytatódik. A német-osztrák határt átlépve, Bajorföldre érkezve Markvártstein városa a napi fő cél. Markvártstein városából a híres Kufstein vára felé vezet majd utunk. Ezt követően a híres Brennerhágói autópályán zárul a túra Olaszországban, Rio di Pusteria városába visszaérkezve. Reggel kissé hűvös, de kristálytiszta idő volt. Ez azonban csak a látszat, előző este az időjárás jelentés a Großglockner hágón fagypont alatti hőmérsékletet, illetve havazást jelzett előre. A túradoboz csupa meleg holmival került megtöltésre, kabát és nadrágbélések, téri kesztyű és melegítő is a csomag részét képezte. Az olasz-osztrák határt átlépve a hőmérséklet ugyan nyárias volt, de egyre szürkébb felhők jelentek meg az égen. Az észak-olaszországi területek gyakorlatilag ugyanolyanok, mint a határ osztrák oldalán. Ugyanolyan stílusban épült házak, mindenhol német nyelvű táblák zavarják össze az első alkalommal arra utazókat. Ennek oka az első világháborút lezáró trianoni békediktátumban keresendő, amikor is ezt a területet, hasonlatosan Erdélyhez, Felvidékhez, Újvidékhez, elcsatolták az anyaországtól és Olaszországhoz csatolták. Az itteniek azóta is gondosan féltik identitásukat, német nyelven beszélnek, a tiroli népszokásokat gyakorolják és a mindennapjaikat is úgy élik, hogy minden mozdulatukban és megnyilvánulásukban érezhető legyen hova tartozásuk. Leinc városát elhagyva már látható a Großglockner. Ez Ausztria legmagasabb hegycsúcsa. 3798 méter magas, a középső Alpok kristályos zónájában elhelyezkedő magas táján hegység központjában helyezkedik el. A hegycsoportról indul Ausztria leghosszabb gleccsere, a 8,3 km hosszú és helyenként 5 km széles Pasterze. Népszerű célpontja a hegymászóknak, évente átlagosan 5000-en másszák meg. A hegyláb közelében halad a Großglockner magashegyi út, napi útunk egyik pontja, mely szintén népszerű turista célpont. Mivel az elkövetkezendő 50 kilométernyi kemény hegyi szakaszon nem lesz lehetőség üzemanyag utántöltése, így egy gyors tankolás következett, majd belépünk a magas Steyr Nemzeti Parkba. A Magas Steyr Nemzeti Park három osztrák tartomány, Salzburg, Tirol és Karintia határvidékén terül el. 1981-ben alapították, 1856 négyzetkilométeres kiterjedésével Európa második legnagyobb nemzeti parkja. Legnagyobb része a névadó Magas Steyr magashegység. A fiatal Lánchegységben a hegyoldalak meredekek, a mélyen bevágódó, V-alakú völgyek zuhatagosak, sok vízeséssel. Közülük a legnagyobb a látványos Krimler vízesés, ami osztrák adatok szerint a világ 5. legmagasabb vízesése. Heiligenbluttól pár kilométerre délre, már a 107-es főútról jól látható a Möll völgyét határoló meredek, sziklás hegyoldalakról lezúduló Jungfernsprung vízesés, mely a Höhetájen, Sober hegycsoportjában fakadó, több sziklalépcsőben leszakadó hegyi patakjának alsó szakasza. A 130 méter magas, látványos zuhatagot egy szerpentin úton gyalog is megközelíthetjük a B107-es útmenti parkolóból. A szélesen hömpölygő Möll folyó hídján átkelve pár lépés után egy kapuszerű építményhez ér a látogató, mely mellett egy valószínűleg szűzleányzó faszobra fogad. A legenda szerint egy helyi szépséges fiatal lány élt itt egykoron, aki már több fiatalember közeledését visszautasította, aztán maga az ördög próbálkozott nála egy jóképű vadász testébe bújva. A szűzlány résen volt, rájött, hogy a sátánnal van dolga és menekülőre fogta. Amikor a szakadék szélére ért, úgy döntött, inkább leugrik a biztos halálba, mintsem az ördögé legyen. Mielőtt szétszúzta volna magát, csoda történt, angyalok szálltak le, és épségben segítették le a leányt a földre.
Az ördög, kudarcát látva, haragosan dobbantott és így fakadt a ma is látható vízesés, melynek neve magyarul is szűzugrásnak fordítható. A kapuhoz érve 11 eurós útvámot kell fizetni motorkerékpárra, ezért cserébe az úthasználaton felül egy Glockner turista térképet, információt az útviszonyokról és egy pici ajándékot kap az itt átutazó. Egy Glockner matricát, amely igazolja, hogy a tulajdonosa már járt Európa egyik leggyönyörűbb magashegyi útján. A pénztáros hölgy a díjfizetéskor végigmérte a motort, bólintott, figyelmeztetett a lassú és óvatos közlekedésre, mert odafent havazás és -4-8 fok várható. Javasolt a téli ruházat viselését a magashegyi úton, és jó útat kívánt. Ezt követően a kapu utáni pihenőhelyen egy gyors öltözködés, utána pedig egy olyan élmény volt kilátásban, amely egy életre nagyon komoly emlék marad. A hegyi úton felfelé haladva kanyarról kanyarra lehetett érezni a levegő lehűlését. Odalent a benzinkútnál még 32 fok volt, de néhány kilométerrel a fizetőkapu után 15, majd a fák védelmét elhagyva 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. És íme a Glockner. Egy bécsi térképész, Wolfgang Lazius 1561-ben készített térképén feltűnik a Glockner név. Egy 1583-ban keletkezett a Kalsi kerületi bíróság leírása Glockner néven említi, ami az első okmány, amely az első a hegynevet hitelesen megemlítő okirat. A 18. században az immár Glockner névvel a magastáján itteni hegy gerincét, nem csak a csúcsot nevezték így. A szűkebben vett hegycsúcsot Glocknerberg szóval jelölték. Az Atlas Tirolensisben Peter Anitz és Blasius Huber Glockner hegynek nevezi.
A Gross, vagyis nagy, szót az 1799-es expedíció után kapta. A Glocken szó jelentése németül harang, ám az, hogy hogyan lett ez a szó a hegy neve, arról egy sor hipotézis létezik. Egy elmélet szerint a hegynek a formája leginkább egy harangra hasonlít, amivel Belsazar Hekit 1784-ben a magaslatot jellemezte. Egy másik elmélet szerint egy, a középkor végén, újkor legelején használatos köpenyről kapta a nevét, amely a Grossglockner alakjára emlékeztet. Ezeken kívül egy feltevés szerint a Glocken szó a középkorban használatos Glocka szóból ered, ami az alpesi legelők nyájainak kolompjainak neve is volt. Esetleg egy helyi nyelvjárás szavából a Glocken, vagyis mennydörgés szóból eredhet a neve, ami a jég és sziklaomlásokra emlékeztet. A Glockner kialakulása 100 millió évvel ezelőtt az Alpok felgyűrődésével kezdődött meg. A csúcs és környéke zöldpalából és zöldkőből áll, melyek nagy keménységűek, így jól bírják az erózió hatásait. E két kőzet mellett törmelékkő, kvarc és filit is részét képezi a Grossglocknert felépítő kőzeteknek. A környező hegyek legfőbb összetevője a csillámpala. A vidék növényzete szubalpesi és alpesi növényekből áll, a fahatár 2200 méter, az egybefüggő növényzeté 2700 méter, az ennél magasabban csak a gleccserboglárka és különféle, moha és zuzmófajok élnek meg. Zergék, mormoták és alpesi kőszáli kecskék képviselik az emlősöket. A sziklák között fakó és szakállas kesejük, illetve szirti sasok fészkelnek. A keleti Alpok fővonulatának gerincén áthaladó útvonal már a kelták és a rómaiak idejében is ismert volt, a Holtor hágó melletti kis kiállításon meg is nézhetjük az ókori leleteket. A mai út 1930 és 1935 között épült, 1935. augusztus 3-án nyitották meg, és már az első évben 130 ezer látogatót vonzott a nem mindennapi látnivaló. Az óriási projekt műszaki vezetője Franz Wallach mérnök volt, politikai oldalról pedig Salzburg tartomány vezetője Franz Rehre tartotta a frontot. Időnként több mint 4000 ember dolgozott elképesztően nehéz körülmények között az útépítésen, és mai szemmel szinte elképzelhetetlen, de a tervezett költségeknél jóval kevesebből sikerült kihozni az építkezést, így a megspórolt pénzből építette ki Wallach az útvonal legmagasabb pontjára, az Edelwei Spitzére vívő leágazást, amely 2572 méter magasan helyezkedik el. Érdekes módon már a megnyitó utáni első nap autóversenyt rendeztek az akkor még kockaköves úton, melyet több híres futam is követett a 30-as években. A Grossglockner út közlekedési jelentősége az egész évben járható Felbertoyenstrasse 1967-es megnyitásával nagymértékben csökkent, idegenforgalmi szerepe viszont óriási, évente mintegy 900 ezer ember látogatja, ezzel Ausztria második legnépszerűbb látványossága a Schönbrunni kastély után. A 48 km hosszú panorámaút a karintiai Heiligenblut és a Salzburg tartományban fekvő fász településeket köti össze, áthaladva a magas táján főgerincén, a Holtorhágónál. A fő útvonalról két izgalmas letérő is kínálkozik, az északi oldalon, az Edelwei Spitze csúcsára vezető Serpentin út és az egész panorámaút leglátványosabb szakasza, a Franz Josef Schöhére vezető Gletscher út. A panoráma út mentén több kiállítás, tanösvény, kilátó is látogatható, nem beszélve a számos, autentikus vendéglátóhelyről, hüttéről. A meglepően jó minőségű aszfaltutat, időjárástól függően, általában május elején nyitják meg, ilyenkor még sokszor méteres hófalak közt kanyarog a felsőbb régiókban a látogató.
október végén, november elején szokták általában a téli szezonra bezárni, de akár nyár közepén is előfordulhatnak extrém időjárási helyzetek, amikor lezárják az utat. A Gletscher útnak nevezett szakasz első látnivalója, a Schönest vendéglő épülete mögött kialakított rövid, érdekes tanösvény, a blokknermezők csodavilága. Kis információs táblácskák segítenek az itt óriási számban és változatosságban megtalálható alpesi virágok, növények beazonosításában. Mellette játszótér és egy kis épületben gyermekbarát kiállítás is található. Az egyre lélegzetelállítóbb, magashegységi tájon futó út két hüttét is érint, a Karl-Volkert House és a Glockner House épületét, főleg az utóbbi elől nyílik lenyűgöző panoráma a mélyben fekvő víztározóra. A festői naszfeltározó után az út a meredek hegyoldalba vájt galériákon áthalad egészen az út végén lévő Ferenc József magaslatig. Edelweiss Spitzéről elindulva, utunk lefelé folytatódik, immáron a Glockner északi oldalán, Salzburgi tartományban. A Grosses Wiesbachhorn északdéli vonulatát keletről követve egyre alacsonyabban vagyunk, míg nem a völgy alját elérve, közel 1000 méteres magasságban fut az út Ferleiten irányába. Ez a városka vadvilágáról nevezetes. Mivel minden irányból magas hegyek veszik körül, így annak gyakorlatilag a teljes élővilága megtalálható a hegycsúcsoktól védett elhelyezkedése okán. Errefelé épp úgy találkozhat az utazó barna medvével és farkassal, de hegyi kecskék, zergék, mormoták, szakállas keselyük és szirti sasok sem ritkák. Ezeknek a völgyvonulatoknak az egyik gyöngyszeme a lépten nyomon előforduló gleccsertavak sokasága, melyekben ugyan komoly elszántságot kíván megfürödni, minden esetre a kristálytiszta kék víz nagyon csalogató. Amennyire az alpesi út déli oldalán gyorsan hűlt a levegő, az északi oldalon leereszkedve ugyanilyen gyorsan melegszik, így egy rövid pihenő alkalmával a téli hornik visszakerülnek a túradobozba, és könnyű nyári felszerelésben folytatódik a túra hátralévő szakasza. Meglepő, de a magashegyi úton a száraz levegő nagyon gyorsan dehidratál, a pihenő alig 5 perces ideje alatt a másfél literes ásványvíz 3 húzásra elfogyott. Bár az út száraz volt, az aszfalt is felmelegedett, így csalogató volt egy jó szerpentines gurulás lehetősége, de a gyönyörű kilátás, az úton sétálgató rengeteg turista és leparkolt autó óvatosságra intett. A nézelődéssel elég sok késést sikerült összeszedni, és a hegyről lefelé sem sikerült belőle lefaragni, de ez most másodlagos volt, ugyanis ilyen látványt alig párszor láthat egy alföldre született ember, és minden pillanatát muszáj volt kielvezni. Az úton lefelé haladva, 2000 méteres magasság alá szállva megjelentek a fák és a színes virágok, amely első látásra jó leső változás volt, de később amennyire jó volt látni a fákat, egyre több látnivalót takartak el.
Thank you.